Köszöntöm Önöket, ez a Hargita magazin. Március 15-e alkalmából 4 jeles székelyföldi személyiség vehetett át magyar állami kitüntetést Zsigmond Barna Páltól, Magyarország csíkszeredai főkonzuljától. A rangos elismerésben részesülők alázattal és önzetlenül végezték munkájukat, hozzájárulva így a magyar kultúra és a magyar nyelv fennmaradásához. 4 székelyföldi szakembert, jeles személyiséget tüntetett ki Magyarország köztársasági elnöke a nemzeti ünnep alkalmából. A rangos elismerések átadása előtt Zsigmond Barna Pál főkonzul kihangsúlyozta, a kitüntetettek mindannyian tanítók, akik sok gyereknek és felnőttnek adtak át kulturális identitásőrző tudást, amely sok magyar embert támogatott megmaradásában. Ezek az ünnepélyes pillanatok a csíkszeredai magyar főkonzulátuson. Ugye a napi munka rutinja mellett szükség van ilyen ünnepi alkalmakra, amikor olyan közszemben álló személyeket díjazunk, akik életművükkel nagyon fontosat alkottak a magyar kultúra szempontjából. A kitüntetettek sora Nagy László unitárius püspök helyettessel kezdődött, aki a marosvásárhelyi kulturális és közösségi élet áldozatos és folyamatos támogatásáért, az erdélyi közügyek melletti kiállásáért, valamint eredményes gyülekezetépítő és esperesi munkásságáért a magyar érdemrend lovak keresztjét vehette át. Jó eső érzés az látni és érezni, hogy valakik, ha nem is hisz az ember, de figyelik, látják a munkáját, odafigyelnek rá, és nem csak ezért, de érdemes ezért a nemzetért dolgozni. Bíró Béla író, kritikus újságíró és egyetemi docens irodalmi munkásságáért részesült elismerésben. Zsigmond Barna Páltól a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehette át. Én úgy érzem, hogy ezt a kitüntetést politikai vonatkozásban egyáltalán nem szolgáltam meg. Egyébként talán igen, de politikailag tényleg nem, mert én a mai magyar kormányról és Orbán Viktorról sem írtam soha sokkal jobb véleményt, mint amilyet a szocialistákról, és rosszabbat sem. Tehát megpróbáltam tényleg tárgyilagos lenni, és valamiféle egy olyan jövőben ábrándozni, jövőről ábrándozni, amelyben Magyarországon és a magyar nemzeten belül valamiféle megegyezés, valamiféle egység fog létrejönni. És ami nekem nagyon jól esik, az az, hogy a mai magyar kormányzat az ellene elhangzó vádak ellenére úgy tűnik, hogy méltányolta a tárgyilagosságot. És ez nem csak magam vonatkozásában jelent nekem jó érzést, hanem a magyar jövő vonatkozásában is. Szabó Éva 1937-ben született Marosvásárhelyen, érettségi után kezdett néptáncolni, majd a hobbi hivatássá vált. Magyarország köztársasági elnöke a Romániai Magyar Táncmozgalom és Népi Tehetségkutató rendezvények szervezésében végzett munkája, illetve néptánc és néphagyománygyűjtő tevékenységének elismeréseként Szabó Évának a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozta. Röviden se lehet elmondani, és hosszasan, mert ez itt van bent, és ameddig ez le nem apad, és ameddig meg nem emésztem, addig még nem is tudom levegőt se venni. Szóval vannak olyan dolgok, amik nem mondom azt, hogy váratlan volt. És az se, hogy én már kaptam életfadíjat, kaptam Vámszerdíjat, kaptam Kacsó András díjat az MK-től, tehát mindig észrevették, hogy mit csinálják, de hogy a magyar állam is észrevegye, azt már úgy olyan nagyon-nagyon megköszönöm. Negyedikként Pál Ibolya Mária részesült elismerésben, aki a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést, a magyar zenei anyanyelv ápolása és gazdagítása, a zenei kapcsolattartás és a magyar nemzeti összefogás erősítése érdekében végzett munkája elismeréseként kapta. Nagyon meghatódtam, és nagyon megtisztelő, hogy az embernek egy életen át végzett munkáját észreveszik és értékelik, és ilyen nyilvánvalóan, tehát ez egy felejthetetlen élmény számomra. Nagyon-nagyon nagy dolog. A kitüntetetteket a csíkszeredai főkonzulátus egy-egy grafikai művel is megajándékozta. Igyekeztünk ugye a kitüntetések mellett egy személyre szabott ajándékkal is kedveskedni a kitüntetetteknek, és hát Öller András udvarhelyi képzőművész egy-egy tusrajzát, litográfiáját adtuk át. Volt, aki Kodály képet kapott, volt, aki Tamási Áront, egy Gábor Áront és egy Bartók rajzot adtunk át. Az ünnepi alkalom a Kódex együttes rövid előadásával zárult.
A bírósági eljárásokhoz képest gyors és hatékony vitarendezési módszert mutattak be a gyergyószentmiklósiaknak. A mediálás többek között a polgári ügyekben, a családjogi, cégeken belüli, illetve cégek közötti viták rendezésében lehet hasznos eljárás. A mediációs eljárás egy alternatív vitarendezési formát jelent. A mediátor vitarendezéssel, konfliktus kezeléssel foglalkozik, lehetőséget biztosít a feleknek, hogy vitáikat ne a bíróságon, hanem egymás között oldják meg. Így akár a jó kapcsolat is megmaradhat a felek között, és tovább tudnak együtt élni vagy dolgozni. Gyergyószentmiklóson egyetlen személy, Kovács Rita foglalkozik mediálással. Neki 2009-től van engedélye, azóta átlagban évente 10 eljárást folytat le. A módszer szélesebb körű ismertetése véget bemutató előadást tartott a Vaskertes Általános Iskolában. A mediátor állítja, a módszere mindenképpen idő és költség kimélő, és fontos az is, hogy általa a felek között megmarad a jó kapcsolat. A konfliktusban levő fél megkeres, átadja a konfliktusban levőnek a címét, az elérhetőségét, én levélben, telefonon megkeresem, elmondom neki, hogy van egy ilyen alternatív vitarendezési lehetősége. Ha ő elfogadja, akkor mind a ketten egy megjelölt időpontban eljönnek az irodába, és akkor leülünk az asztal mellé, és közösen megbeszéljük. Az eljárás legnagyobb előnye talán a gyorsaság, nem kell évekig a bíróságra járni, egy-egy kisebb probléma rendezése véget, ha a felekben van hajlandóság a békés rendezésre. Gyakorlatilag egy egyszerűbb konfliktus másfél óra alatt, tehát maga a mediációs ülés, az egy olyan másfél óra, nem is javasolják, hogy hosszabb legyen, mert nagyon kimerítő. Megtörténhet, hogy nem zárul le a vita akkor, és akkor lehet folytatni. Tehát gyakorlatilag az egész procedúrát egy olyan hónap, maximum egy hónap alatt le lehet zárni, meghívásokkal, mindenne. A mediátorhoz a bírósági eljárás megkezdése előtt, vagy akár a közben is fordulhatnak a panaszosok. Utóbbi esetben a már megkezdett jogvitát felfüggesztik, a felek megegyezése esetében a már befizetett bírósági bélyegilleték is visszaigényelhető. Vannak, akik kétségbe vonják, vannak, akik határozottan állítják. Székelyföld igenis létezik, még ha hivatalosan nem is nevezik annak. A tájegység nevét magukon viselik különböző képzőművészeti stílusok, helyi termékek, de még hivatalos fejlesztési tervek is. Székelyhon, székelyek földje, Székelyország. Az irodalomban és gyakran a hétköznapi társalgásban is változatos alakban fordul elő Székelyföld neve. Románia térképén egyik megnevezést se keressék, az országban hivatalosan nincs ilyen nevű közigazgatási egység. Sőt, a tavaly Brüsszelben megnyitott székelyföldi iroda kapcsán az államfő és a miniszterelnök több román politikussal együtt rosszallóan szögezte le, Székelyföld nem is létezik. Pedig ebben a térségben minden ennek az ellenkezőjét hirdeti. Léteznek székely közintézmények, szervezetek, kulturális műhelyek, vannak székely termékek és szolgáltatások, sőt, van székely kereső honlap és székely activity is. Ez utóbbi a közismert társasjáték ötletére épül, és kiválóan tanulhatók vagy gyakorolhatók vele az olyan székely kifejezések, mint például akkor bű vagy bá, azaz igen vagy nem. Olykor bűvész mutatvánnyal felérő módon keverik a székely kártyát Bukarestben is. A politikusok újra és újra előhúzzák az ország közigazgatási átszervezésének ügyét, és rendszerint elutasítják a székelyföldi előjárók azon törekvését, hogy Hargita, Maros és Kovászna megye egy régiót alkosson. Ma már a román politikusok közül is nagyon sokan kimondják, hogy van Székelyföld, használják, és én annak örvendek, hogy egyre inkább gazdasági szempontból is a használata előnyt fog jelenteni, tehát egy pozitív jövőkép elé nézünk. Azt szoktam én mondani, hogy az 1+1+1 az nem 3 Székelyföld esetében, hanem legalább 5, vagyis hogy többre vagyunk képesek a turizmus tekintetében, a gazdaság élet tekintetében, az erdőgazdálkodás tekintetében. Gazdasága a rendszerváltás utáni években folyamatosan erősödött, de miután az ország más régióihoz képest jelentős hátrányból indult, még mindig sok lemaradást kell behoznia.
Azt egyszer el lehet mondani a székelyföldi emberről, hogy szorgalmas. Tehát ezen a téren azt gondolom, hogy bármihez, hogyha hozzáfog a vállalkozó és a munkavállaló, akkor a sikerre lehet vinni. Amit lehet erősíteni, és amiben jót tudunk lenni, az a termelői rész, az élelmiszeri vonal. Tehát ugye itt elindultak különböző megvalósítások, termékcsaládok, és ezekben kell tovább csoportosítani az erőket, hogy a termelőket itthon tartsuk, és a termékeiket amennyire lehet itt értékesítsük. Manapság a gazdasági kihívásokról értekezők gyakran hajlamosak Erdély-Svájcaként emlegetni a térségben rejlő lehetőségeket, de valljuk be, egyelőre igencsak merész jelző ez. Kulturális értékei, természeti adottságai és az ezekre épülő, építhető idegenforgalmi esélyei révén viszont nem kommunikációs túlzás Székely-Svájcot emlegetni. Igaz, a régióba érkező hazai és külföldi turisták nagy része alig ismeri Székelyföld kevésbé felkapott arcát. Kettős arca van Székelyföldnek. Tehát van egy olyan arca, amit a turisták hordoznak szét a világba. Tehát eljönnek Csíksomjóra, elmennek a Szent Anna-tóhoz, a Békásszoroshoz, és még sorolhatnám azokat a földrajzi vagy történelmi pontokat, amit meglátogatnak. De nagyon kevesen mennek el az apró kis falvakba. Nagyon kevesen mennek be egy portán, állnak szóba emberekkel. Akik ezt megteszik, azok teljesen másként tekintnek a Székelyföldre. És biztos vagyok benne, hogy ez az igazi Székelyföld. Hátrányból előnyt kovácsolni. Leginkább ez a stratégia fémjelzi a székelyföldi fejlesztési terveket. Hasonló célokat Európa más régióiban már megvalósítottak. Kérdés, hogy sikerülhet-e Székelyföldön is. Székelyföldnek ez a bezárkózottsága, a kistelepülési rendszere, a vidékhez való ragaszkodás, az elsős, hogyha nagyvárosból nézzük, ez hátrány. Hogyha egy tiroli szempontból nézzük, hatalmas előny. És ezt azért jelzem, mert vannak Európában olyan vidékek, amelyek pont ebből a hátrányból gazdagságot a szó egy szószoros értelmében alakítottak ki. Ez fog történni Székelyföldön is. Addig is kitartással kell végeznie mindenkinek a feladatát, teszi hozzá a zöldtárca vezetője, és nem titkolja, hogy az ő politikusi munkastílusát is megörökölt székelykonoksága határozza meg. Minden bizonnyal a székelykonokság tartja életben immár 20 éve az autonómia törekvéseket is. Emiatt Székelyföld ügye szinte napi rendszerességgel van jelen nem csak a hazai, de a nemzetközi politikai porondon is. És ami lényeges, a régió létét vagy nem létét hangsúlyozó, közigazgatási egységét szorgalmazó, vagy éppen elutasító eszmecserék mindegyike nevén nevezi Székelyföldet. Nagyszabású beruházásokkal, többek között egy új kezelőközpont építésével szeretnék újra fellendíteni Borszék idegenforgalmát. A székelyföldi fürdőváros fénykorában akár 6000 vendéget is képes volt egyszerre ellátni. A legtöbben gyógykezelésre érkeztek a borvizeiről ismert fürdőtelepre. Borszék gyógyvizeit már a 16. században ismerték, a gyergyói szekeresek például innen vittek borvizet Báthori Zsigmond fejedelemnek köszvénye gyógyítására. A palackozott ásványvizet Európa nagyvárosaiba is eljuttatták, Ferenc József császár kedvence volt. Borszék fénykorát a két világháború közötti időszakban és az 1960-as, 70-es években élte, ekkor hemzsegett a turistáktól a fürdőtelep. A rosszul sikerült privatizáció és a késleltetett tulajdon visszaszolgáltatás következtében mára csak a szétzilált infrastruktúra és a leromlott villák maradtak. Minden ingatlan magántulajdonba került, ez nem is lett volna baj, ha az új tulajdonosok azzal törődtek volna, hogy felújítsák ezeket az épületeket, és rendeltetés szerűen használják. Sajnos nem ez történt, nagyon sok befektető csak stratégiai befektetésnek szánta, és 2-3 év után felárral továbbadta ezeket az épületeket. Ez így ismétlődött minden 2-3 évben. Jelenleg már szinte nem is tudjuk követni, hogy kik a villatulajdonosok, hisz több kézen is átmentek. A 19. században épült 100 patinás villa közül mostanáig csak nem 50-et sikerült helyreállítani, ám még mindig sok a tennivaló. Szükség van itt óriási fejlesztésekre, és úgy érzem, hogy azért az elmúlt 2-3 évben sikerült is nagyobb beruházásokat is megvalósítani, valamint sikerült olyan projekteket, pályázatokat elnyernünk, ami által elérhetjük azt, hogy Borszéket
pár éven belül, beszélek itt akár 5 évről is, vissza lehetne állítani, és fejleszteni lehet olyan szintre, ahogy működött 89 előtt. A borszéki vendégbárók szövetsége kényszerhelyzetben alakult, amikor bezárt a kezelőközpont. Amíg talpon maradt vendéglátók próbálták valamelyest megtartani az üdülőtelep jó hírét, azzal, hogy még mindig tudnak turistákat fogadni. Most úgy tűnik, a meglévő panziók mellett nem sokára nagyobb szállodákra is szükség lesz. A panziók azért maximum 500 férőhelyet tudnak nyújtani itt Borszéken, ami azért, hogy fent tudjuk tartani az új kezelőközpontot, nem elég. Ide legalább 1500-2000 új szálláshelyre lesz szükség, ami turistát tud csalogatni, és ugyanúgy, ahogy a szálláshelyre szükség van, szükség lesz vendéglőkre, szórakozó helyekre. A multifunkcionális kezelőközpont felépítésével Borszéken az elmúlt 60 év legnagyobb beruházása valósulhat meg, közel 5,3 millió euró értékben. A Mofetta, a népi fürdő és a modern sípálya rendszer már készen áll, és a kulturális kínálat is bővül. A tavaly 264 csoport írt be a vendégkönyvbe. Most, hogy a kezelőbázis az idén jobbára meglesz, ennél fogva, ha megjelennek a betegek, akik ugye gyógyulni vágyon eljönnek, a fiatalok, akiknek ennek az épületegyüttesnek az olyan szerepe is lesz, hogy szórakozást biztosít, látványfürdőt biztosít, akkor a fiatalok is nyilván látogatni fogják, tehát nagyon fel fog lendülni szerintem a következő években, már jövőtől, talán még az idéntől is fellendülés várható. A látványos fejlesztések a vállalkozókat is arra ösztönzik, hogy rendbe tegyék saját ingatlanjaikat, sőt még az új befektetőknek is maradt hely. A helyiek bíznak abban, hogy néhány év alatt Borszék visszakerülhet a nemzetközi hírnevű fürdőtelepek közé. Először tartottak hagyományos helyi termékvásárt Székelyudvarhelyen a hétvégén. A Mártonáron téren 32 kiállító kínálta portékáját, a vásárlók pedig számos ételkülönlegesség és kézműves termék közül válogathattak. Szombaton első ízben szervezett ilyen jellegű vásárt a polgármesteri hivatal, a cél a hagyományteremtés, ugyanis ezután minden hónap utolsó szombatján teret biztosítanak a termelőknek. Bár nálunk még újdonság a helyi termékeket felvonultató rendezvény, viszont irántuk az igény már megszületett, annak ellenére, hogy olykor az áruk magasabb, mint a szupermarketekben találhatóknak. Viszont mellettük szól a legfontosabb, az alapanyagok nem tartalmaznak számunkra ismeretlenül csengő szavakat és különböző szintetikus anyagokat sem, egy szóval egészségesek. Mindent lehet kapni, és többször kellene jönni, hogy megismételjék, hogy legyen a városnak minden. Az ilyen vásár nagyon jó, csak legyen hozzá való zsep az embernek, mert mindenféle elég áron, úgyhogy sokkal drágább, mint az üzletek, mennyi a valóság. És ön mit vásárolsz? Én most szalonát vettem, 1 kg 30 dekla, húsz lej körül van. A vásárlók többféle hentes árukból, gyümölcskészítményekből, tejtermékekből és mézből is válogathattak, illetve ingyen zsíros kenyérrel is csillapíthatták éhségüket. De többféle illatú és összetevőből készült házi szappant is lehetett vásárolni. A kézművesek is megmutatták termékeiket, csuhéfonó, csipkeverő, bútorfestő, ékszerkészítő és bőrdíszműves is jelen volt a vásáron. Az árusok egybehangzóan állítják, a rendezvény hiánypótló és külön dicséretet érdemel a szervező polgármesteri hivatal és a Caritas, hogy egy helyen jelenhetnek meg az őstermelők. Azért jók ezek a vásárok, mert termékeinket tudjuk értékesíteni, kicsit tudjuk népszerűsíteni, és a feldolgozott terméket, nem alapanyagot, hanem feldolgozott készterméket tudunk értékesíteni. Lehetőséget kapunk, hogy bemutassuk az általunk készített kézműves termékeket, ami egy szerintem nagyon jó alkalom kapcsolatteremtésre. Így meglátják a természetes anyagból készült kézimunkákat, mert hogy ez nem szintetikus, hanem a természetes anyagok felhasználása. A helyi termékek vására kapcsán korábban Munta Levente polgármester azt mondta, fontos, hogy az udvarhelyiek minőségi termékeket, a termelők pedig teret kapjanak. Érdemes tehát megjegyezni, ezentúl minden hónap utolsó szombatján hagyományos termékek vására lesz Székelyudvarhelyen. Másfél éve határozott arról a Magyar Országgyűlés, hogy minden anyaországi diák jusson el egyszer a határon túli magyar lakta területekre állami támogatással.
Nemrég fóti diákok érkeztek a Székelyudvarhelyi Zene és Képzőművészeti Szakközépiskolába. A látogatást az udvarhelyiek a nyár elején viszonozzák. Itt kezdődött a korod, Mikerámia, lássátok, ilyen mázatlan, vörös edényeket készítettek. Valósággal isszák a Fóti Népművészeti Iskola keramikusai a korondi korongozás atyának szavait. A Budapesthez közeli kisváros iskolájának 41 diákja és 5 tanára a Magyar Állam Határtalanul programjának keretében látogathatott el Székelyföldre, hogy itt élő diákokkal, valamint a térség természeti és kulturális értékeivel ismerkedjen. Tanulva is nagyon érdekes könyvből, de így látni élőben így még csodálatosabb pláne, úgyhogy ezeket tudjuk, hogy még kézzel készítik, és egyszerűen gyönyörű. A Székelyudvarhelyi Pallu Imre Zene és Képzőművészeti Szakközépiskola szintén 41 diákja látta vendégül a fótiakat. A csillagtúraszerű kirándulások mellett közös munka is zajlott, így az egy hét alatt nem csak barátságok születtek, hanem maradandó alkotások is. Ott a zagyogláda, onnan lehet venni a gyagot. Ez a kapu... barátságkapu lesz, és tehát a erdélyi és a mi tárgyaink lesznek láthatók rajta. A grafikát, festészetet tanuló diákok nem csak a műhelyekben dolgoztak, birtokba vették a város parkját is. Szerintem az a jó, hogy ugye más kultúra, tehát hogy máshogy, mint itt látszik, máshogy festenek meg mindent, tehát tanulhatunk is tőlük. Ebbe a különleges emlékkönyvbe áprili versekre rímelő képek készültek. Minden diák készített egy-egy illusztrációt az általa kiválasztott versről, amit könyvbe szedtünk. Ezt az áprili múzeumnak fogjuk ajándékozni. Egy picit belekóstolnak egymás művészeti életébe, és szerintem ez egy kiindulási pont, ahhoz, hogy az érdeklődésüket fölkeltsük. Majdnem mindegyik azt mondja, hogy biztos, hogy vissza fog ide jönni. Tehát itt végülis ez a cél, hogy megismerjék egymást, megismerkedjenek egymás kultúrájával egy kicsit. A fótiak hamar megtapasztalták, hogy a székelyek fél szóból is értik egymást, és sokkal nehezebben találják meg a közös hangot idegenekkel, mint magyarországi társaik. Összeültünk egy ilyen nagy csapatos beszélgetésre, mondjuk úgy, és főként a fótiak jártatták a szájukat, tehát igen, székely udvarhelyiek azért eléggé csöndesek voltak. Ez a dal már a barátságkapu avatóján szól. A művészet és népművészet eme tükrét a helyi iskola őrzi meg. A gyerekek komolysága és a tanárok hozzáállása csodálatos produkciókat, csodálatos kiállításokat eredményezett. Rózsámarca télben, nyárban, legvirítóbb a határban. A tapasztalatcsere egy nyilvános néptánc előadásban csúcsosodott ki, ahol a helyiek verbunkjára a vendégek kalocsai tánca volt a válasz. Megszerettem a néptáncot, mert ideig így nem is szerettem, és teljesen más, ahogy ők előadják, mintha élveznék. Június 3-ától egy hétre az udvarhelyieket várják a fótiak, akik azt ígérik, a program színvonala nem marad el az itt tapasztaltaktól. A jövőre nézve lehet, hogy egy szorosabb kapcsolat létrejöttét indítottuk most el. A diákcserét a Bethlen Gábor alap közel 2,5 millió forinttal támogatta. A Határtalanul program részeként ebben a tanévben 15 ezer magyarországi iskolás lépheti át a határokat, és fedezheti fel a magyar lakta területeket. Ez volt mára a Hargita magazin. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Tegyék ezt meg jövő héten is a megszokott időpontban. Viszontlátásra!